ismét teljes lezárás lépett életbe Új-Zéland legnépesebb városában. Az egészségügyi hatóságok két új koronavírus fertőzöttet regisztráltak, ezért vezették be a szigorú intézkedést Aucklandben. Argentinában ezrek vonultak az utcákra, mert sokan soron kívül kapják meg koronavírus elleni oltást. Egy miniszter le is mondott, mert a barátait előnyben részesítette. Izraelben pedig a tiltások ellenére hatalmas utcabálokon ünnepelték az emberek a zsidó örömünnepet, a Purimot. Rendőrök ellenőrizték az Auckland beérkezőket vasárnap hajnalban. Új-Zéland legnagyobb városába mától egy hétig csak alapos indokkal lehet be is kiutazni. Az egészségügyi hatóságok két új koronavírusos beteget találtak, a kormány ezért azonnal elrendelte Auckland lezárását. Már egy ideje nem volt az országunkban halálos áldozata a járványnak, de pontosan emiatt intézkedünk gyorsan és szigorúan, mert a vírus emberéleteket követelhet. Láttuk, mi történt az Egyesült Államokban, már 500 ezeren meghaltak a fertőzésben. Az a feladatunk, hogy megmentsük az életeket, indokolta az intézkedést a miniszterelnök. Szombat este még utoljára megteltek a szórakozóhelyek, vasárnaptól azonban bezárnak az éttermek és a bárok. Egy hétig az iskolákban sem lesz tanítás, és otthoni munkavégzésre szólították fel az embereket. Mindenfajta tömegrendezvény, gyülekezés tilos. Új-Zéland sikeresen küzdött a járvány ellen, az 5 millió lakosú országban mindössze 26 halálos áldozata volt a koronavírusnak. Közben megkezdődött az oltási kampány is, először a bevándorlási hivatal dolgozói, valamint a karanténközpontokban és a légi közlekedésben dolgozók kapják meg a vakcinát. Az új-zélandi kormány közölte, az oltási kampány ellenére nem valószínű, hogy a külföldi turisták az idén visszatérhetnek a csendes-óceáni szigetországba. Ezrek tüntettek Buenos Airesben az argentin kormány ellen. A demonstrálók azért vonultak az utcára, mert az elmúlt napokban kiderült, hogy a polgármesterek, a törvényhozásban résztvevők, valamint a hatalomhoz közel álló más személyek is hozzájutottak a koronavírus elleni oltáshoz, annak ellenére, hogy nem tartoztak a hivatalosan elsőbséget élvezők közé. Első körben ugyanis az orvosok, az egészségügyi dolgozók és az idősek kaphatnának oltást. A 40 milliós Argentínába eddig csupán 1,5 millió adag vakcina érkezett. Szinte naponta derülnek ki korrupciós ügyek, hogy miként jutnak hozzá az oltáshoz olyanok, akik erre nem jogosultak. A múlt héten az egészségügyi miniszter is lemondani kényszerült, mert a barátai soron kívül kaphattak oltást. Argentínában már mintegy 2 millió ember fertőződött meg, és több mint 50 ezeren haltak bele a betegségbe. Ezrek mulattak szombaton Tel Avivban az utcákon a Purim zsidó ünnepen. A hatóságok elővigyázatosságból csütörtöktől 3 napos éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el. Az izraeli egészségügyi miniszter azt mondta, a Tel Avivi bulizók lesznek a felelősek az esetleges jövőbeli fertőzésekért és halálesetekért. A mostani korlátozással a fertőzés szám újbóli megugrását próbálják megakadályozni. Tavaly ugyanis a purimi ünneplések után kezdődött a koronavírus járvány első hulláma Izraelben. A Purimot hagyományosan alkoholfogyasztással ünneplik, idén azonban a rabbik a rendkívüli járványhelyzet miatt felszólították a híveket, hogy ne vigyék túlzásba az ivászatot.